Üdvözlök mindenkit, Török Ábel vagyok, és ez a videó az első része egy vlog sorozatomnak, aminek az lesz a lényege, hogy összehasonlítom a régi szép időket a mostani időkkel. A mesékről fogok beszélni, amik régen mentek a tévébe, és amik most mennek a tévébe, nem is igazából beszélni fogok, hanem összehasonlítani őket. Nem is húznám tovább, kezdjünk is bele. A legtöbbet a magyar népmeséket néztem, emlékszem rá, hogy nagyon szerettem, és kb. Minden egyes részt láttam belőle. Azonban amikor nem tudtam nézni a tévébe, akkor se volt nagy baj, mert igazából megvolt a CD-s változata is, de igazából most nem is a CD-kről beszélünk, úgyhogy ez egy másik történet. Azonban a kedvencem a Pumukli volt, emlékszem, hogy ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerettem, éjjel-nappal el tudtam volna nézni, és emlékszem arra is, hogy nem igazán értettem, hogy hogyan tettek bele egy ilyen rajzolt figurát egy filmbe. Igazából ezt most se értem. Meg is nézem. Sokat néztem még a Mézga családot, vagy Mézga Gézát, már nem is tudom igazából, hogy hívták a sorozatot. Emlékszem, a kedvenc részem az volt, amikor Aladár előkapta az ágya alól a felfújhatós rakétáját, és miután felfújta, elrepült vele az űrbe. Engedjétek meg, hogy felfújjam, aztán már is indulunk, jó? Indulás! És még ott volt a menőmanó, a kisvakond, stb. Kb. Egy dióhéjban én ezeket a meséket néztem, és nézzük meg, hogy most miket néznek a gyerekek a tévében. Igen, ez is hasznos lehet majd még valami. Szóval, ha jól láttam, a kislány éppen a Winx Clubot nézi, és akkor egy pár szólt erről a meséről, szóval bocsánat, csak fel kell olvasni, mert amúgy nem tudom, miről szól. A Winx Club egy fantázia akció történet, de megtalálhatók benne a humor elemei is. A mágikus dimenzióban, Magix-ba a három különleges iskola oktat modern tündéreknek, törtető boszorkányoknak, természetfeletti harcosoknak és varázslóknak az egész varázslatos univerzumomból. Nagyon érdekfeszítő, ahogy hallhattátok, és szerintem meg is nézek egy részt. Amit a fiúk szoktak nézni, az a Dragon Ball vagy a Naruto, bár az első az inkább egy kicsit olyan átmeneti cucc, mert a felnőttek is sokat nézik, mert elvileg jó. Nem tudom, hogy jó-e, mert még nem láttam egy részt, de szerintem sok értelme nem lehet. Aztán még ott van a Dóra, a felfedező, ami elvileg tanítja a gyerekeket valamire, bár én nem igazán értem, hogy mit is akar tanítani az. Gyerekek, please, can you help me? Swiper ellopta a sapkámat. Mondjuk együtt azt, hogy Swiper, ne lopkodj. Hangosabban, Swiper, ne lopkodj. Hangosabban, Swiper... Na, várjunk, álljunk meg egy kicsit. Swiper, hova? Ha tetted a kip***ot sapkámat, add már ide a k***t életbe. Ti látjátok a sapkámat? Tényleg, ott van. Nem is láttam. És sorolhatnám tovább a sok-sok tévés mesét, ami mostanában megy a tévében, mint például a Ben 10, Totally Spies, mi van még, Tündéri Keresztülők, Teeny Ninja Teknőcök, stb. Ezt igazából már csináltam, ezt a stb. Mindegy. Szóval én azt gondolom, hogy egy mesének tanítania kell a gyerekeket, és akkor vessük össze, hogy a régi mesék mire tanítottak minket, és az új mesék mire tanítanak minket. Példaképpen válasszuk a régi mesékből a magyar népmeséket, és az új mesékből pedig a Winx-et, mert azt előbb elemeztük, hogy miről is szól, úgyhogy legalább tudunk róla valamit. Szóval mire is tanítanak minket a magyar népmesék? Tisztelet, szófogadás. Az életben mindig van egy olyan ember, aki keresztbe akar neked tenni, de le kell győzni ezt az embert. Úgyhogy ha helyesen cselekszünk az életbe, akkor fogunk kapni valami jutalmat érte, ez nem feltétlenül pénzbe értendő. És nagyon sok minden másra. És akkor a Winx mire tanítja a gyerekeket? Hát igen, ez is jó lesz majd a jövőbe, valamire. Na jó. Itt álljon meg a menet, szóval ti mire gondoltatok? Én a teniszedzésekre. Igen,
biztos, hogy is Wings Clubot nézett kiskorában. Egyetlen értelmes dolog, amit le tudtam szűrni a Wingsből, az az, hogy a csapatmunka a legfontosabb. Szóval valamit beletömörítettek a mesébe, de csak nagyon kis mennyiségben. Persze, hogy mindig is van kivétel, mert vannak normális szülők, akik nem engedik a gyerekeiket, hogy ilyen hülyeségeket nézzenek, és vannak a rendes mesék, amik este mennek az M2-n. Szóval azt nézzétek, gyerekek. Ennyi volt a mai videó, ez volt a régen versus mostnak az első része, és hogyha lesz következő rész, akkor ide fogom tenni, és hogyha ide kattintotok, akkor tovább mehettek a második részre. Mielőtt elmennétek, még osszátok már meg, légy szíves, a Facebookon, Twitteren, Google Plus, az mi? Az egy temető? És lájkoljátok is, hogyha tetszett a videó, és találkozunk a következő videóban. Beat it, beat it, beat it.